Békességnél maradjunk állva, és így hallgassuk meg Isten igéjét, hogy a Jób könyvének a 19. fejezetében olvassuk. Jób könyve 19. fejezet, 23. és 24. verseket olvasom, tehát Jób 19, 23, 24. Ó, vaj, ha az én beszédeim leirattatnának, ó, vaj, ha könyvbe feljegyeztetnének, vasvesszővel és ónnal örökre kősziklába metszetnének. Imádkozzunk. Mennyei édesapán, köszönjük neked ezeket az ősi igéket, és kérünk téged, hogy a Biblia legrégebbi szavait tedd a számunkra a legújabb kijelentéssé. Jézus Krisztus nevében kérünk erre. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát sietnünk kell, de azért rohannunk nem. Én leveszem ezt a felsőt, ha nem akarjátok, hogy leszédüljek itt a melegtől. Elnézést. De nagyon, mert itt feljebb még meleget van. Jó lesz. Amikor a Jób könyvéhez érünk, különösen a 19. fejezethez, akkor nagy kísértésünk van, de nem rossz kísértés, hanem áldott kísértésünk, hogy ennek a könyvnek a csúcspontját, csúcs kijelentését vegyük szemügyre, és arról beszéljünk, hogy az legyen az alapige. Jól ismerjük ezeket a nagyon áldott sorokat, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Én most mégis valahogy próbálok ellenállni ennek a kísértésnek, majd meg fogjátok látni, hogy igazán nem fog sikerülni, mert vonz minden új szövetségi hívőt ez a kijelentés, egy óriási nagy kijelentés a Jób könyvében, de mégis alapigeként és üzenetem harmadik pontjaként szeretném kiemelni azt az előző két verset, amit felolvastam, tehát a nagy kijelentés előtti két verset, ami felett nagyon sokszor elsiklunk, vagy a nagy kijelentésnek ez az egyébként nagyon szép kijelentés az árnyékába kell, hogy húzódjon. Hát én most szeretném egy kicsit ebből az árnyékból kiemelni, és először is beszélni arról, ami Jób könyvének a kiinduló pontja, tehát nem pont ezt az igét fogom én felhasogatni több üzenetre, hanem szeretném egy kicsit madártávlatból megnézni Jobbnak a könyvét, van annak ugyanis egy kiinduló pontja, aztán van a Jób könyvének egy háttere, ami megint csak nagyon-nagyon fontos, hogy miért is íródott meg a Jób könyve, miért van előttünk, ennek legalábbis egyik szempontját meg fogjuk vizsgálni, és utána térek majd erre a nagyon-nagyon szép, tartalmas, gyönyörűséges, szívek gyönyörködtető kijelentésre, amit felolvastam. Kezdjük tehát a kiinduló pontját ennek a könyvnek. A Jób első verse, Jób könyvének az első verse rögtön egy csodálatos kijelentéssel, megállapítással kezdődik. Volt Úz földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember fedhetetlen, igaz, istenfélő volt és bűngyűlölő. Hát azért megszokhattuk azt, különösen akik szeretjük a hívő életrajzokat, hogyha nem önéletrajzról van szó, hanem valaki másról írnak az írók, akkor szeretnek túlzásokba esni. Hát ez volt aztán az Istennek a nagy szolgája. Ó, hogy az hogy prédikált, hogy az mennyi áldozatot hozott, hogy az hogy adakozott, hogy az hogy munkálkodott. És esetleg az a gondolat támadhat bennünk, hogy aki a Jób könyvét leírta, talán nem éppen saját maga Jób, hanem valaki más róla, hát így méltatta. De nagyon fontos az, hogy amikor aztán később Isten beszél Jóbról, akkor ugyanezt mondja a 8. versben. Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Tehát ez Istennek a véleménye. Nem a Biblia írójának a véleménye, nem egy külső szemlélő, hanem Isten ezt mondja az ő szolgájáról. Hát ez egy tökéletes embert látunk magunk előtt. Hát felvetődik bennünk a kérdés, és ezzel szeretnék először foglalkozni, ezzel a kiinduló ponttal, hogy van ilyen ember? A Biblia tudósok többsége megegyezik abban, hogy Jób könyve a Bibliánkban a legrégebbi. Ezért imádkoztam úgy, hogy a legrégebbi igét tegye Isten a legfrissebb kijelentésé.
előtte íródott a Mózes könyvének, még az Ábrahám történetének is előtte született, tehát a legrégebbi írásos dokumentum a történelemből is az egyik legrégebbről származó, és a Bibliánkból pedig, ha nem is egyértelműen bizonyítható, de a legtöbb jel erre utal, az a Jobb könyve. Hogy lehet az, hogy valaki, aki még nem ismerte az Isten törvényét, aki nem Isten népe közül való volt, vagy nem zsidó származású volt, vagy nem ismeri Jézus Krisztus a keresztnek, a feltámadásnak a titkát, egy ilyen ember lehet, akit Isten így agyba főbe dicsér. Hogyha lehetett az Ószövetség keletkezése előtt, Jézus Krisztus előtt egy ilyen ember, akiről maga Isten mondja azt, hogy fedhetetlen, igaz, bűngyűlölő, istenfélő ember volt, ha lehetett Jézus Krisztus és az Ószövetség előtt ilyen ember, akkor a kérdés az, hogy ma lehet-e ilyen ember? Vagy ahhoz, hogy ilyen állapotot érjünk el, vissza kéne mennünk az időben, és akkor Jobbnál leülnénk, és tanulnánk tőle, és megkérdeznénk, te hogy jutottál el erre az állapotra? Nagyon izgalmas és nagyon érdekes kérdés ez. Tudjuk azt, hogy Istennek voltak szent emberei, már az Ószövetség megkötése előtt, amikor még egy ős szövetség volt Isten és az ember között, akkor is meg lehetett találni az Urat, nem csak Mózesnek jelentette ki magát Isten, nem Ábrahámmal kezdődött a kijelentés, hanem velük folytatódott, és aztán Krisztusban kiteljesedett, és kijelenti magát nekünk is Isten. De kezdetben már kijelentette mondjuk Isten magát. Énóknak tudjuk, Noé is Istennel járt, tehát lehetett felvenni a kapcsolatot az Úrral. Lehetett élni egy szent életet, annyira szentet, hogy Énok elragadtatott. Vagy Jobbról Isten így beszél, hogy ő az én fedhetetlen szolgám. Szóval lehet-e így élni Jézus Krisztus nélkül? Mindenképpen úgy látjuk, hogy a Szentírás alapján lehet élni. A nagyobb kérdés inkább az, hogy egy ószövetségi időben lehetett-e úgy élni, hogy valaki nem volt zsidó, nem volt benne az ószövetségben, vagy az új szövetségben lehet-e úgy élni, hogy valaki nem részese az új szövetségi áldásoknak, de mégis Isten ilyen megállapítást tesz róla. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Persze, amíg nem volt Istennek ószövetségi népe, addig nem is lehetett ahhoz a néphez csatlakozni. És mit látunk, amikor bejön az Ószövetség, amikor Isten kiválasztja Ábrahámnak az utódait, amikor adja a törvényt? Akik Isten félelemre jutnak, valahogyan kapcsolatba kerülnek Isten népével. Igaz? Mondjuk már egy pár példát erre. Nem olyan nagyon sok van, de az egy fél tucatot talán össze tudunk szedni. Bálám volt az egyik, csak ő ugye elbukott szegény, de valamit tudott Istenről, és valamit tudott még a megváltóról is. Tehát Isten nagyon-nagyon közel jött hozzá, volt egyfajta Isten ismerete, és Isten kezdte őt vonni a helyes irányba, az ő népéhez. És micsoda áldásokat látott meg ő maga is, amiket nem tudott, ott kapott kijelentésként a hegyen, és áldotta Izrael népét, csak aztán nem akart ebbe az irányba menni tovább. Vannak azért jó példáink. Ráháb Rút, mindenképpen, ugye Dávidnak és Jézusnak az ős anyjai, ők. Aztán nekem még azért eszembe jut egy valaki, így van, Naámán, és nem tudom, hogy van-e még. Talán lehet, hogy van, még Melkisédek egy érdekes személyiség, aki mindenképpen Istennek előtt kedves volt. Ő ugye nem zsidó volt, hanem Ábrahámnak a kortársa, valahol párhuzamosan halad Ábrahámmal az ő élete, megáldja Ábrahámot, tehát időrendben mindenképpen kortársa neki. Tehát ő is egy ilyen szent, akivel találkozunk Isten népe mellett, ha Ábrahámot annak lehet tekinteni. Azt látjuk tehát, hogy Isten ezeket az embereket összehozza az ő népével, összehozza az ő választottaival. És amikor az Ószövetségből majd új szövetség lesz, akkor megint pontosan ezt látjuk, hogy figyeljétek meg, hogy a Bibliának a lapjaiból is nyilvánvalóan kitűnik, de a történelmi egyháztörténelmi feljegyzésekből is,
A gyülekezetnek az indulása, az újszövetségi eklézsiának az indulása az első sorban zsidó misszió. Zsidók térnek meg, és a zsidók a zsidóknak viszik az evangéliumot, még a pogányok apostolai Pál is azt mondja, hogy ó, bárcsak lennék elszakadva, az elszakítva a Krisztustól, hogy valamiképpen megnyerhetném az én atyám fiai, akik te szerint a kiválasztott népnek a tagjai. Tehát mindenképpen az új szövetség át akarja ölelni az ószövetséget, az ószövetségnek a népét. És ez, ahogy a kijelentésben haladunk előre, mert az egész Szentírásban és a történelemben azt látjuk, ahogy Dániel leírta, hogy növekedik a tudás, egyre többet tudunk az üdvösség útjáról, egyre többet tudunk Istenről. Ahogy növekedik ez a kijelentés, Isten ebbe az irányba vonja azokat, akikben van valamiféle istenfélelem, akik még mondjuk a régi időkben nem tartozhattak Isten népéhez, mert egész egyszerűen nem volt még Istennek egy külön választott népe, vagy nem ismerhették Jézust, mert még nem született meg. Én hiszem azt, testvérek, hogy a mai napon is lehetnek olyan emberek, akiknek a szívében felébred egyfajta istenfélelem. Ott van egy istenkeresés. Valahogy úgy ösztönösen, tudatosan, ki tudja ennek a folyamatnak az elejét. Akik így keresik az Urat, akik mondjuk próbálnak erkölcsösen élni, vagy becsületesen élni, vagy nagyra értékelik a Szentírást, vagy jó véleménnyel vannak a hívőkről. Tehát van bennük valamiféle istenfélelem, rácáfolnak szinte a világra a maguk magatartásával, viselkedésével, a maguk erkölcsi normáival ebben a világban, a beszédjükkel, hogy nem káromkodnak, nem gyalázzák Isten soha. Tehát egyfajta istenfélelem elindul ezekben az emberekben. Mit tudunk ezekkel az emberekkel tenni? Mi a mi feladatunk feléjük? Eljuthat-e egy ember arra a szintre, amilyen szintre eljutott Jób? Hogy istenfélő, bűngyűlölő, tökéletes Jézus Krisztus nélkül? Hát én azt hiszem, hogyha valakiben őszintén megfogalmazódik egy ilyen vágy, akkor az pontosan úgy fog járni, mint az aténiek, akikről Pál apostol azt mondja, hogy az Istent, akit ti nem ismerve tiszteltek, tisztelitek. Tehát egy ismeretlen Isten tiszteltek. Nem azt mondja Pál apostol, ide figyeljetek. Hát ti démonoktól hemzsegtek, hát itt meg kell tisztítani mindent, égessétek el a templomot, minden kazánban, minden könyvet, ami otthon van. Efezusban az volt egyébként. De itt Athénban volt egy bizonyos fajta istenfélelem, ami Efézusban nem volt. Ott az efézusi Diannát tisztelték, azt le kellett rombolni mindenestől. De itt volt valami, amit Pál apostol, mikor kutatott, keresett, akkor azt mondja, na én ezen a nyomvonalon el tudok indulni. Itt van egy istenfélelem. Pál a zsidókról is mondja ezt. Isten iránti buzgóság van bennünk, csak nem a helyes megismerés szerint. Mondja tehát a zsidókról is, hogy van ott valami jó. Mondja a pogányokról is, hogy van ott valami jó. Na, ezt kell most úgy megerősíteni, hogy az egészet Krisztus felé, Krisztus felé, Krisztus felé. És Isten ezt a munkát végzi azoknak a jó érzésű embereknek a szívében, akikben van egyfajta istenfélelem, akikben van egyfajta fedhetetlenség, igazság, bűngyűlölet, azok biztos vagyok benne, hogy elkezdi őket vonzani az Isten Jézus Krisztus felé. És ezt még olyan szempontból szeretném ezt az első pontot megvilágítani végül, hogy ez nem csak a nem hívőkre vonatkozik napjainkban, vagy vonatkozhat, hanem úgy hiszem, hogy még a megtért emberekre is. Ugyanis nem mindegy, hogy ki milyen közösségbe jár, ki milyen hitvallással azonosul. És azt látom én, hogy amikor valaki őszintén elkezdi keresni Istent, egy olyan közösségben, például ahol Jézus nem tekintik isteni személynek, ahol Jézus nem imádják, ellentétben a Szentírással. Tehát mondtam egy példát. Őszinte vágyakozással valaki keresi az Istent. Belebotlik ennek a felekezetnek a tagjaiba. Vagy maga ilyen felekezetben született, ilyen neveltetést kapott. És akkor elkezd érdeklődni. És nem is tudom, pányokon hallottunk pár évvel ezelőtt egy ilyen bizonyságtételt, amikor valaki járt egy ilyen közösségbe, és aztán kereste az Urat, olvasta a Bibliát, és azt mondja, hát nem az én közösségem gondolkodik jól. Átmegyek egy másik közösségbe. Én most már Jézust imádni akarom.
Tehát a, és nem is felekezetekre lehet ez bontani, én azt hiszem, hanem inkább helyi közösségekre, inkább helyi gyülekezetekre, vagy kisebb csoportokra. És abba az irányba fog terelődni a tekintete, a lelke, és azt fogja érezni az az ember, akiben van egy istenkeresés, van egy istenfélelem, hogy megtalálja a helyét az új szövetségi hívők között. Hiszem, hogy a végidők felé közeledünk, egyre inkább közelednek majd egymáshoz a hívők, a külső nyomás hatására is, ami majd az üldöztetés lesz, vagy már egyébként megvan ez, és az a belső vonzalom, amivel az Atya vonza az övéit a Jézus Krisztushoz. Tehát egy csodálatos dolog az, hogy elindulhat a jobb útján valaki az új szövetségben is, de megérkezni az Istenhez csak és kizárólag Jézus Krisztuson keresztül lehetséges, de ezt az utat, amit Jobb még nem járhatott be, mert nem ismert az új szövetségi kijelentés, ezt az utat az őszinte Istent keresők számára Isten meg fogja adni. Régen óriási erőfeszítés volt az, hogy mondjuk a evangéliumi rádión keresztül a vasfüggöny mögé is sugározzák a tiszta igehirdetést. Régebbi idős testvérek emlékezhetnek rá, hogy még a kommunizmus ideje alatt mennyire zavarták is ezeket az adókat, és akkor Montreából, vagy honnan jött az adás? Régen az evangéliumi rádió talán Montreából, aztán majd váltottak a 90-es években másik adóra. Ma már nem rádión hallgatjuk az evangéliumot, nem tudom, van-e közöttünk, aki hallgatja ezt. Akkor a hívők sokasága csüngött rajta, mert ez volt a megoldás. Volt olyan hely, ahol Bibliához sem jutottak. Nem csak Kínában, hanem akár Romániában is. Hívő irodalomhoz. Ma kattintunk egyet az interneten, és a legkiválóbb tanítások itt vannak, hogy Isten utána nyúljon azoknak az istenfélőknek, akikben ott van az a fajta Isten imádat, keresés, mint ami ott volt Jobban. Menjünk tovább. Ennek a történetnek, a Jobb könyvének a hátterét nézzük meg a kiinduló pontja után. Nagyon-nagyon fontosnak tartom a mi szempontunkból is, hogy lássuk meg azt, hogy mi zajlik a színfalak mögött. És tudjátok, a Jobb könyvét én mindig a Columbo című krimihez szoktam hasonlítani, mert a Columbóban mindig az van, hogy az elején tudjuk meg, hogy ki volt a gyilkos, ez már rögtön kiderül az elején, és akkor a Columbo elkezd nyomozni, és akkor a végére kiderül, hogy na most már ő is megtudta. Tehát nem az a kérdés, hogy ki a gyilkos, hanem az a kérdés, hogy hogyan jutott el eddig a dologig, és az a nézők számára az az érdekes. Tehát vannak olyanok, amikor a lényeget már az elején megtudjuk. És mi olvasók, persze Columbo nem tudta, hogy ki a gyilkos a filmben, de mi olvasók a Jobb könyvének az elején megtudjuk, hogy miről szól ez az egész történet. Hogy mi okozza itt a galibát, mi okozza az összetűzést, mi okozza a nézeteltérést Jobb, meg az ő barátai között. És ez egy nagyon-nagyon fontos színtér, a mennybe repít bennünket a Jobb könyve, az első fejezet 6. versétől bemutatja nekünk, hogy mi van a színfalak mögött. Lőn egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött a sátán is közöttük. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az Úrnak, és mondta, körültekintettem, és át meg átjártam a földet. És mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat Jobbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felelt pedig az Úrnak a sátán, és mondta, avagy ok nélkül féli-e Jobb az Istent? Nem te vetted-e körül őt, magát, házát és mindenét, amilyen van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott, de bocsáss csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Látjuk tehát, hogy van egy tét. Egy ellentét is van, és ennek az ellentétnek az Isten és a sátán közül van egy tétje. És az a tét, hogy ez az ember, akit te megáldasz, meg fog-e átkozni téged akkor, amikor megvonod tőle az áldásokat. Erre megy ki a játék. És erről szól ez az egész könyv. Jobb nem tudja, hogy ez van a háttérben, és nem érti, hogy Isten miért vonja meg az áldást.
És a barátai is azt szerint, hogy logika szerint gondolkodnak, hogy aki jó, azt Isten megáldja, aki rossz, azt Isten nem áldja meg. És akkor ebből a logikából kiindulva, te rossz vagy, valami nem stimmel az életedben, ezért van ez a helyzet. És Jobb mondja, hogy de hát nem vagyok én rossz. Tehát persze mondja Jobb, hogy hát beismerem az én bűnömet, tehát azért bűntelen ember egy se volt Jézuson kívül, de rendezett bűnei voltak. És az merült fel Jobban, hogy az én rendezett bűneimet, azt az Isten még emlékezik rá? Ez okoz neki feszültséget. Hát nem a háta mögé vetette, nem eltörölte arra az én rendezett bűneimet, még meg kell lakolnom az én rendezett bűneimért. Ez itt a tét. Ezen megy a vita, ezt látják a barátok, meg ezt látja Jobb. De egészen másról van szó a sátán és Isten között. A szellemvilágban egészen más a tét. És testvérek, ezt azért nagyon fontos tudjuk, mert mi pontosan ugyanebben a helyzetben vagyunk. És nem csak Jobb esetében tudunk erről, hanem tudunk akkor is, amikor az Úr Jézus felkészíti Pétert, és valamit elárul neki, mi van a színfalak mögött. A Lukács 22.31-től olvassuk. Mondta az Úr, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Néha annyira kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, nem? És mondjuk, hogy hol van az az öröm? Hol van az az áldás? Hol van az az erő? A gyülekezetemből, a testvéreimből, a családomból, én belőlem? Hát olyan erős voltam. Úgy zavartam én a démonokat, annyi lelket bátorítottam, annyi embert vezettem az Úr Jézushoz. Hát mi van velem, hogy ilyen gyenge vagyok? Mi ez az egész? És nem tudjuk azt, pedig tudhatnánk, és azért írja a Jobb könyve, és azért mondja Jézus Péternek, hogy mi is tisztában legyünk azzal, hogy egyszerűen vannak ilyen szellemi frontok, vannak ilyen szellemi támadások. Mi a tét? Mire megy ki a játék? Hogy vissza tudok-e menni Istenhez? Júdás nem tudott visszamenni, Péter vissza tudott menni. Az a tét, hogy tudsz-e keservesen sírni? Tudod-e azt mondani, elrontottam? Hogy ez nem egy olyan versenypálya, ahol elbuksz és ki vagy zárva, hanem olyan versenypálya, ahol tiszta lappal lehet indulni. És azt mondod, de hát én már tiszta lappal indultam. És azt mondja, Isten, de van nekem még tiszta lapom, ne féljél. Ha megtisztítalak én téged, hát a Jézus vére az nem csak egyszeri használatra van, hanem sokszori használatra van. A bemerítés van egyszeri használatra, de az úrvacsora sokszori használatra van. Az úrvacsora a bűnösöknek van kitalálva. És aki vétkes, aki tisztátalannak érzi magát, az jöjjön és rendezze a bűneit, és váljon bűngyűlölővé és fedhetetlenné és igazzá az Isten színe előtt. A háttérben mindig az van, azt figyeli az Isten és az ördög, mész az Istenhez, vagy bűnbánóan, vagy magasztalóan. Ez egy másik terület. Az egyik, amikor elbuksz a bűnben, és akkor azt hiszed, hogy mindennek vége, és Isten azt mondja, annyira várlak téged, mert én akkor fogom megnyerni a csatát, hogyha te visszajössz és bűnbánatot gyakorolsz. És akkor megmutatom az ördögnek, hogy nézd csak, összetörte magát, még meg is fenyítettem a bűne miatt, de ismét itt érdepel előttem, Isten itt van előttem, és én szeretem őt, és ő szeret engem. Pedig már az áldás alól ő magát kivonta. A másik eset, amikor Isten von ki minket az áldások alól, az a 89. Zsoltárban nagyon-nagyon szépen szemlélhető. Ez egy nagyon izgalmas zsoltár. Majd olvassátok el, viszonylag hosszú zsoltár, bő egy oldal, másfél oldalas zsoltár, tehát azért körülbelül 7 perc alatt el lehet olvasni. Én ma megtettem, ajánlom mindenkinek. Tele van az eleje ígéretekkel, gyönyörködik a szíved, mint a hájjal kenegetnének. Alkalmazod magadra, hát ilyenek vagyunk, ugye? Amit találunk a Bibliában, rögtön összelopkodjuk magunknak, mint a mezőn talált szilvát, ugye, hogy éhes vagy, szomjas vagy, de jó, hogy itt van ez a szilvafa. Gyorsan szedsz magadnak. Hát a Bibliával is így vagyunk, hogy nem azt mondjuk, de jó volt, azt hiszem, Hémánnak a tanítása, Étán tanítása, de jó volt, Étánnak ilyen szépeket írt. Ez a miénk, és ebből mi vehetünk, és gyönyörködik, hízik a lelked. Jaj, de jókat ír az Úr, milyen szép dolgokat
ígér, milyen csodálatos dolog, az ő magva örökké megmarad, Dávidról van szó, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap, megáll örökké, mint a hold, bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyosság, Széla. Hát szinte azt mondaná Széla helyett, hogy halleluja. És akkor jön a következő vers, 89. Zsoltár, 39. De te mégis elvetetted és megutáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre. Tehát addig hízlal minket, a mi lelkünket, 38 versen át. Aztán Étán azt mondja, hogy na adok én nektek, kedves biblia olvasók, nézzétek csak meg, hogy én mivel szembesültem, szembesüljetek ti is. Olyan sok jót ígértél, sose hagyod el a felkentedet, mindig jó leszel hozzám, mindig megáldod, de te mégis elvetetted, és megutáltad, és megharagudtál a te felkentedre. Felbontottad a te szolgáddal kötött szövetségedet. Földre tiportad az ő koronáját. És egészen végig erről van szó, hogy az ellenség tipor minket, hogy Isten ígéretei ellenére minket megaláznak. De a legvége a lényeg, mert erre megy ki a játék. Mert Étán tudta azt, amit aztán majd megtudott Jób is, meg amit most már tudunk mi is, és miután kipanaszkodta magát, Isten előtt jó, hogy nagyot panaszkodni egyébként, ezt ajánlom mindenkinek. És amikor kipanaszkodta magát, akkor azzal fejezi be, áldott legyen az Úr mind örökké. Amen és amen. Tehát az biztos, hogyha én úgy látom, hogy ő elhagyott engem, hogyha én úgy érzem, hogy engem minden áldástól megfosztott, hogyha a legnagyobb próbatételben vagyok, ha az ördög kezében érzem is magam, ha összetörte Isten minden csontomat, ahogy jó bírja, hogy Isten tönkretett engem. És még ha úgy is érzem, hogy így van, sőt, még ha tényleg így van, és ha átadott is engem a sátánnak, mert kikért a sátán, és a sátán rázza a rostát, és mondom, Uram, segíts, sincs segítség, akkor is az Isten legyen áldott örökkön örökké. Értitek, miről szól a kereszténység és az Istenben való hit? Az ő dicsőségéről van szó. Tök mindegy, hogy te meg vagy áldva, vagy nem. És amikor arról van szó, hogy valaki az áldás miatt hívő, és jön a prosperitás evangéliuma, a jólét evangéliuma, meg hogyha hozzám ér a vírus, akkor meghal, meg ilyen ostoba őrültségek. Hát a fele szavukat se higgyétek. Egyébként akár még az is megtörténhet, tehát én nem fogok megijedni, ha Isten megáld. Akár téged, akár engem. Tehát nem félek az áldástól egy csöppet sem. De ha nem tenné is, testvérek, ha ma ide bejönnek a keresztény üldözők, és engem apró kockákra vágnak gulyáslevesnek, akkor minden kockám azt fogja kiáltani a tányérból, hogy dicsőség az Istennek. Hogy él a Jézus. Hogy nem lehet velem kibabrálni, és a hitemet nem lehet felkockázni. Hát Gandhitól származik ez a mondás, egyébként nekem nagyon tetszik. Hindu ember volt, de nagyon szerette Jézust, és nagyon nem szerette a keresztényeket. Azt mondja, Jézusra nézek, akarok keresztény lenni, de a keresztényekre nézek, akkor nem akarok keresztény lenni. Ezért maradt muzulmán, megértem egyébként, de volt benne annyi Isten félelem, hogy azt mondta, a holttestemet megkaphatjátok, de a beleegyezésemet soha. Na ezzel a makacsággal, a szent makacsággal írja le Étán az ő 89. Zsoltárát. Összetört engem az Úr, ebben a helyzetben vagyok, de áldott legyen az Úr mindörökké. Amen és amen. Elmondja még egyszer. Jézus ezzel kezdi a beszédét. Bizony, bizony. Amen, amen, így van görögül. Amen, amen, legóhümi. Bizony, bizony, mondom néktek. Amen, amen, mondom néktek. Hát Étán is mondja, hogy amen és amen. Egészen biztos, ez tuti. Tehát ez ezt jelenti így magyarra fordítva, hogy ez teljesen tuti, ez egészen biztos, hogy az Isten áldott örökké. Akkor is, ha az ő jóságából nem tapasztalok semmit, mert a jósága nem az én tapasztalataimtól függ, és a háttérben olyan dolgok zajlanak, kedves testvérek, a mai napon is, víruskérdés, meg utolsó idők, meg 666, meg oltás, meg egyebek, amikről gőzünk sincs. Okoskodunk, de nem tudunk róluk semmit. Annyit tudunk csak, testvérek, hogy valamiről nem tudunk. És akik azt sem tudják, hogy valamit nem tudnak, azok az igazán tudatlanok. Mi legalább tudjuk, hogy van egy olyan terület, amit nem tudunk. És ami Istenre tartozik, meg a szellemi hatalmasságokra, meg hogy Dániel azt mondja a Dániel könyvében, hogy
Jön az angyal, és azt mondja, hogy ellenem állott Perzsia fejedelme, meddig 14 napig, és nem tudtam jönni. Hát micsoda, egy angyal feltartóztatja valaki? Igen. Isten áldását fel lehet tartóztatni? Igen. Vannak szellemi dolgok, amik kihatnak ránk? Persze. Hát nem test és vérelem van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok, fejedelemségek ellen. És ebben vagyunk mi egy földi hadosztály. Mint hogy van ejtőernyős hadosztály, meg lángszórós hadosztály. Mi vagyunk a földi hadosztály. Vannak mennyeiek is, nyugi. Ők végzik a dolgukat, mi is végezzük. Urunk Istenünk, mi akkor is magasztalunk téged. Akkor is bűnbánattal járulunk hozzád. Akkor is a tiéd vagyunk, ha semmit nem tapasztalunk a te jóságodból az égvilágon. Mint Jézus a kereszten, tudjátok. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És Jób itt nyerte meg a csatát, nem átkozta meg az Istent, Istennek panaszkodott, kapcsolatban maradt Istennel. És tudjátok, testvérek, Jobbnak a tűrését. Láttátok Istentől való végét. Láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes. Végül térjünk arra az igére, amit felolvastam, miután megnéztük Jobb könyvének a kiinduló pontját, meg a hátterét. Nézzük ezt a csodálatosan szép imádságát, óhaját Jobbnak, ami a 19. fejezet 23-24. verseiben van megörökítve. Ó, vajha az én beszédeim leírattatnának! Ó, vajha könyvbe feljegyeztetnének! A vasvesszővel és ónnal örökre kősziklába metszetnének! Hát nem tudom, testvérek, hogy van-e közöttünk olyan, aki érzett már olyat, hogy amit én most mondani akarok, vagy mondani készülök, fogok, azt én annyira szeretném, ha valaki felírná az égre. Hogyha nem csak 10 hallgatnák meg, akik ott vannak a gyülekezetben, vagy abban a házcsoportban, nem csak az a 200 erdélyi testvér, akinek a nagy imaházában összejöttünk, hanem meghallgatna az egész világ, mind a, nem tudom hány milliárdon vagyunk már, 8 milliárd, 9 milliárd ember, mind meghallgatná azt, amit én mondok. Ha mindenkinek ott lenne a szemei előtt, ha mindenki látná, mert most egy nagyon fontos dolgot akarok mondani. Hát megvallom őszintén, hogy nekem vannak ilyen késztetéseim, hetente egyszer legalább érzem azt, hogy olyan jó lenne most mindenki azt figyelni, amit én mondok, miért. Mert olyan okos vagyok, vagy olyan szépeket tudok kitalálni. Nem, testvérek, hanem mert van mondani való. Mert van valaki, akiről akarok beszélni. Na most jön a csúcspontja a Jobb könyvének. Hogy tudom, hogy az én megváltóm él. Tehát Jobb nem össze-vissza beszéli, hogy annyira szeretném, ha leírnák, hogy a csuda vigye már a barátaimat el. Nem erről beszél Jobb, hogy ezt szeretném, hogy megörökítsék. Hanem azt szeretném, hogyha mindenki tudna, az egész világ, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. Amikor ez betölt az embernek a szívét, akkor azt mondja, az egész világ hallgasson el és rám figyeljenek, még a mező liliumai is ide figyeljenek, meg még a nyári ludak a mezőn, akiket ma hajnalban láttam, Dalvas meg Szekhalom között, hallgassák azt, hogy tudom, hogy az én megváltóm. Meg az a hód is, amit látom, hogy ott úszik a berettyóba. Tudd meg, hogy az én megváltóm él. És van igazság, és van kegyelem. És erről beszél a további versekben Jobb. És utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testemből látom meg az Istent. Akit magam látok meg magamnak. Az én szemeim látják meg nem más. Az én veseim megemésztettek én bennem. Mert azt mondjátok, hogyan fogjuk őt üldözni, látva, hogy a dödök gyökere én bennem rejlik. Tehát engem hibáztatnak az egész dologért, hogy én vagyok az oka. Féljetek a fegyvertől, mert a fegyver a bűnök miatt való büntetés, hogy megtudjátok, hogy van ítélet. Isten kegyelmes, van nekem egy megváltó, és ítéletre fog összehívni mindenkit. Van nekem egy ítélő bírám. És ezt annyira fontosnak tartotta Jobb, és mi is felfigyelünk a Jobb könyvének az olvasása során, a sok unalmasnak tűnő rész után, biztos, hogy mindenki örül, amikor ideér. És azt mondja, jaj, de szeretem ezt a Jobb 19.25-öt, mert tudom, hogy az én megváltóm én. Na, ezt akarja Jobb, hogy ez legyen kőbevésve. De jó lenne, hogyha le lenne írva
ezzel kezdi. Vaj, ha az én beszédeim leirattatnának. Ugye, milyen jó, hogyha meg lehet örökíteni egy beszédet, ha fennmaradhat. Mennyire örülünk, hogyha van egy olyan cikk a birtokunkban, vagy egy olyan feljegyzés, vagy egy régi jegyzőkönyv, vagy egy régi versünk, amit gyerekkorunkban írtunk mondjuk, és akkor megtaláljuk, ha de jól le van írva. Na de az még csak az a íróasztalomban van. Tehát jó, elkezdi fokozni a dolgokat, de jó lenne, ha lenne egy példány a beszédeimből az íróasztalomban. De azt is szeretném, hogyha ezt kiadatná valamelyik kiadó. Ha könyvbe feljegyeztetnének. Nem csak az íróasztalomnak, jó lenne, ha fel lenne jegyezve, de ami könyvben is megjelenhetne, hát az csodálatos lenne. Hát, ha valaki majd véletlenül beleakad. Mint David Pozon mondja, hogy írt egy olyan könyvet, hogy az újjászületés természete. És akkor van Londonban egy olyan könyvtár, ahol az összes angol könyvet, amit kiadtak az országban, az oda beteszik a polcra. És azt mondja, hogy így kötelező is elküldeni. Fogták, elmentem megnézni a könyvemet, amikor ott jártam, hogy mi a könyveim sorsa ebben a könyvtárban, és akkor betették az orvosi könyvek közé. Hogy az újjászületés, és nem tudták azok, akik ezt kategorizálták, hogy hova kell ezt tenni, vallás, nem is gondoltak ilyenre, újjászületés az orvosi irodalom között. És akkor keresi David Pozon a könyvét, és látja, hogy hát, egy orvos ráakad. Tehát jobb is így volt vele, hogy ha leírná valaki. Aztán de jó lenne, ha még meg is jelenthetnék, hát ha ráakad egy orvos vagy valaki, a sok millió könyv közül, hát ő még nem tudta, hogy ilyen sok lesz, de a sok millió könyv közül egyszer valakinek a kezébe akadna, jó, de szépet írt, és akkor esetleg valamelyik egyetemen ős kutatók, irodalomtörténészek foglalkoznának vele, de ezzel sem elégszik meg, jobbnak a szíve vágya. És azt mondja, hogy vasvesszővel és ónnal örökre kősziklába metszednének. Amit nem emész meg a tűz, ami nem törik össze, mint a cserép edényekre írt feliratok, mint a papíruszra írt iratok, vagy az állatbőrökre írt iratok, ezek a pergamenek, meg osztrakák, meg egyebek, hanem megmaradhatna úgy, mint ami bele van vésve a kősziklába. Hát, kedves Jób, örömmel tájékoztatunk téged, hogy ennél sokkal jobb történt. Belekerült a te beszéded a Bibliába. Hogy kijegyezte-e, ki tudja. Talán az egyik barát, vagy Elihu, a kis fiatal, ott írogatott, és azért nem jutott szóhoz egész végig, mert írnia kellett, és nem tudott megszólalni, mert olyan gyorsan beszéltek. Vagy nem tudom, de gyorsan nem beszélgettetek, hát 7 napig vártak, mire elkezdték. Ott azért máshogy mérték az időt, mint mi. Bizonyára lassabban beszéltek, mint hogy öregjeink is lassabban beszéltek, és nem ilyen gyorsan prédikáltak, mint én. Szóval leírta valaki, lejegyzetelte, meg is jelent, és aztán nem is akármilyen könyvbe jelentek. Nem egy valami ősi, eldugott helyen Mezopotámiában, vagy az Eufrátesz partján, vagy Izrael területén találtak egy feliratot, és azt mondják, hú, hát ez régebbi, mint az Ábrahámnak a kora, micsoda értékes feliratot találtak a tudósok. És akkor olvasnánk egy cikket, mondjuk a Szövetség újságban erről, hogy milyen szépen alátámasztja a Bibliát egy jobb könyve nevezetű, kősziklába vésett írás, amit feltelten onnal véstek belé. Mit érnénk akkor vele? Itt van a Bibliánkban. Testvér, amikor a te szívedben a megváltó iránti hála ott van, amikor a szíved azt mondja, én tudom, hogy az én megváltom én, van kegyelem és van igazság, hidd el, ez nem marad rejtve. Azt Isten gondoskodik arról, hogy valamiképpen az előkerüljön. Lehet, hogy nem kerülsz már be a Bibliába, ennek elég nagy az esélye egyébként. Még ha évezredek is telnének el, nem hiszem, hogy tudnánk olyat nyújtani, hogy az a Bibliába kerüljön. De lehet, hogy valaki azt fogja mondani. Egyszer hallottam egy bizonyságtételt. Egyszer úgy énekeltek. Egyszer úgy jelent meg valaki, olyan öltözetben. Volt egy munkatársam, volt egy szomszédom, volt valaki, aki úgy beszélt nekem a megváltóról, hogy ez teljesen letaglózott engem, úgy lettem Jézusé. Amikor a te szívedben ez van, bárcsak látna az egész világ, bárcsak mindenkinek elmondhatnám, hogy él az én megváltóm, van igazság, van kegyelem, van feltámadás, van bűnök bocsánata, akkor az biztos, hogy Isten valahova belevési. Lehet egy kőszívbe vési bele.
ami által a te bizonyságtételed 20 évé fogja tenni annak az illetőnek az életét, és az örökké valóságban hatása lesz a te szavaidnak. Pontosan úgy, hogy jobb szavainak hatása lehetett Isten szellemé, személyes kijelentésé tudja tenni azokat a szavakat, bizonyságokat, énekeket, azokat a beszédeket, azt a magatartásformát, ahogy a hétköznapokban mi élünk. Csodálatos üzenete van tehát az egész Jobb könyvének. Megnéztük a kiinduló pontját, ahol látunk egy igaz embert, és hogyha valaki napjainkban egy ilyen ember, akiben van egy jó erkölcs, jó érzésű ember, hogy mondja, hogy a karácsonyi üdvözletben békesség a jó akaratú embereknek, igaz? Vannak jó akaratú emberek. Azt Isten fogja vonni Jézus Krisztushoz, mert Jézus Krisztuson kívül nincs üdvösség, olyan módon nem lehet már tökéletessé válni, mint Jób. Nekünk külön butunk van, és Isten fogja szépen munkálni. Láttuk a hátterét, ami számunkra is üzenet, hogy szellemi összefüggések vannak, és hogyha nem értjük, nem látjuk ezeket a szellemi összefüggéseket, nehogy kétségbe essünk, testvérek, hanem csak úgy egyszerűen magasztaljuk az Istent. Áldott légy örökké. Amen és amen. És hadd legyen bennünk ott az a vágy, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És hadd lehessen a mi szavunk, a mi cselekedetünk, a mi életvitelünk olyanná, amit Isten bele tud vésni másoknak a szívébe, és ami által örök életet tud ajándékozni a Jézus Krisztus által és a Szent Szellem által. Ezeket tanultuk ma, és ezekért imádkozzunk, hogy beteljesedjenek az életünkben. Amen. Amen.